1492, október 12-én Krisztoporo Kolombó, vagy ahogy mi ismerjük, Kolomboz Kristóf eléri a Bahama szigetek partjait és első európai felfedezőként Amerika földjére lép. Hihetetlen egyéni siker. De miért pont ő? Miért pont egy kvázi átlagos genovai tengerész tudta ezt megcsinálni? Honnan tudta pont ő, hogy merre kell elindulni, hogy milyenek az Atlanti-óceáni széljárások, tengeráramlatok? Mert hát azért belátjuk, hogy akkoriban nem úgy volt, hogy fölülök a karavellára, aztán beállítom a tempomot, azt irányugat. Honnan tudta pont ő? A válasz rendkívül egyszerű. A korabeli Európa tengerészeti tudása sportugáliában, Portugáliában, tengerész Henrik akadémiája körül összpontosult. És Kolumbusznak volt egy fivére, akinek meg volt egy térképboltja Lisszabonban, ahol több száz tengerész és térképész tudása összpontosult. Vagyis mondhatjuk azt, hogy a Kolumbusz fivérek akkor láttak rá a korabeli Google Maps-re, amikor más még nem. A közösségi tudás, tehát az, ami emögött a siker mögött rejlett. A közösségi tudás tehát nem újszerű, de mind méretében, mind növekedés ütemében, mind az által érintett emberek számában soha eddig nem látott méreteket öltött. Hát gondoljunk csak a több mint két és fél milliárd Facebook felhasználóra, vagy az IMDB-re, mint a világ legnépszerűbb filmértékelő oldalára, ahol több mint 5 millió filmet értékelünk egymásnak, vagy a közösségi tudás fellegvállára, a Wikipédiára, aminek csak az angol verziója 85-ször annyi szót tartalmaz, mint a 240 éve folyamatosan frissített Enciklopédia Britannica. Tehát azt láthatjuk, hogy a közösségi tudás, nem új keletű, évszázadokkal ezelőtt is már kontinenseket fedeztek fel általa, de van még egy tulajdonság, amit észre kell vennünk. A két arcúságát. A napos oldala mellett árnyoldalakat is rejt. Mert azért lássuk be, hogy például a Kolumbusz által használt közösségi tudás némileg pontatlan volt. Hát csak egy kontinensnyit tévedett, tehát az itt Indiában jár. Tehát vajon akkor feltetjük ezt a kérdést, hogy jó ez nekünk? fejlődés ez, amit itt látunk, hogy ez a hihetetlen potenciálra rendelkező közösségi tudás ránk zúdul? Hát nézzük meg. Egyrésztről a közösség tudja. Tudja a kérdéseinkre a választ, tudja a megoldást a dilemmáinkra, tudja, mert tapasztalta és megosztja. Gondoljunk bele csak abba, hogyha fölkelünk reggel, és a kezünkön találunk egy barna, napocska alakú foltot, amit este még nem volt ott. Mit csinálunk? Ne, 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 nem megyünk orvoshoz. Tehát az érezzük, hogy a bőr és nem beteg gondozó felé, csak nagyon indokolt esetben veszük az irányt. Tehát az azért nem az a hely, ahol szeretünk szelfizni. Nem. Utána nézzünk a neten. Mit írnak róla? De nem az orvosok. Mit tudnak az orvosok? Nem. A betegek. És Örülünk, ha találunk valakit, aki azt írja, hogy mikor lefeküdt este még semmi nem volt a kezén, de reggelre egy barna napocska alakú folt jelent meg ott. És abszolút megnyugszunk, ha azt írja, hogy ő két héten keresztül ecetbe áztatott zsáját tett rá, és elmúlt. Már indulunk is a spájzba, ecetér, már csak arra kéne rájönni, hogy mi az a zsája. Tehát... Azt látjuk tehát, hogy a közösség tudja, hát ez a napos oldal, de van egy tárnyoldal is, a közösség biztos jól tudja. Hát vegyük észre, hogy itt tapasztalat kell versenyre, szakértelemmel. Mi több, a tapasztalat legyőzi a szakértelmet. Hát ha betegeket kérdezzük meg, és nem az orvosokat. A gyakori kérdések pont hunak hiszünk, és nem a tanárnak. Tehát azt látjuk, hogy a közösség tudja, hol jól, hol rosszul. A közösség továbbá ítéletet mond, értékel véleményt ír, fórumot vezet, blogot ír, csillagoz, mindent csillagoz. Hát csak gondoljunk bele, hogy manapság hogy választunk egy esti filmet, vagy szállodát, éttermet, akár fogorvost. Megnézzük, hogy mások milyen értékelték. Nem a szakértők, a tömeg. Több száz vagy több ezer ember véleményére támaszkodok. Hát csak Szegeden a TripAdvisoron 132 éttermet értékelnek. Összesen több mint tízezer vélemény alapján. Hát ez a napos oldal. Itt életet mond a közösség, segít nekem dönteni. De van itt is árnyoldal. Hát vannak olyan döntések, ahol ez a közösségi ítélet teljesen haszontalan. Nem tudom például elképzelni azt, ahogy feleséget közösségi ítélet alapján válaszunk. Pedig életünk talán a legfontosabb döntése, de valahogy mégis furcsa lenne, hogy hát na jó van, legyen a ranka 4,2 csillag 108 értékelés alapján. Tóth Zsolt nagyon lepontozta. De ugyanígy haszontalan lenne a közösségi ítélet az ízléshez kapcsolódó dolgokban. Hát gyerekkoromban egyfolytában az jöttek nekem, hogy egyek spenótot. Hát mondtam, hogy nem szeretem a spenótot. És itt jött az a válasz, amit ő falra Nem szereted a spenótot? De a spenót az finom, azt mindenki szereti. De én attól nem. Engem nem érdekel, hogy mások milyenre értékelik a spenótot, nekem az nem ízlik. Tehát a közösségi ítélet sokszor haszontalan, sőt, akár káros is lehet. Hát mi van például a művészetekkel? Vajon az IMDB több top 50 filmjében hány művészfilm van? Nulla. Vagy ha annak idén lett volna ilyen értékelő portál, akkor mire értékelték volna mondjuk Picasso vagy Dali munkásságát? 1,2 csillag, 1,4, egy átlagos tájképestő, 4,6. Hát ő szép képeket fest. Tehát annak idején a közösségi ítélet pillanatok alatt kiszórta volna akár picasso akár Dalit. Tehát azt látjuk, hogy a közösség tudja, hol jól, hol rosszul, ítéletet mond, hol jól, hol rosszul, és a közösség inspirál, motivál. Hát a trendek terjedésében mindig is nagy szerepe volt a közösségi motivációnak, bíztatásnak. Gondoljunk csak abba bele, hogy ha én szeretnék ökotudatosan viselkedni, akkor több száz vagy több ezer Facebook csoport, YouTube csatorna, blog segít nekem ebben, támogat, inspirál, mondja, hogy mit csináljak. De legyen szó akár vegán étrendről, akár műanyagmentességről, vagy akár testedzésről, egyetlen kattintásra vagyok több ezer inspiráló csoporttól. És akkor ezek után dicsérjük egymás komposztdombjait, tanácsokat adunk egymásnak, mosható pelenka ügyében, dicsérjük egymás formálódó hátsóit, mert például a Facebookon lévő fenékformáló csoport, több mint 37 ezer tagja naponta ezt teszi. Tehát edz, meg fogyózik, aztán csinálja a képet a projektről, hogy, hogy alakul, és akkor dicséri egymásét. Ja, egész jó. Na ez a napos oldal. De van itt is árnyoldal. Hát vegyük észre, hogy azért a közösségi térben mindenféle tudás szabadon áramlik. Nem csak a zsenik találnak egymásra. Hát például a lapos föld hívők Facebook csoportja, igen, jól értették, tehát akik szerint lapos a föld, ennek a Facebook csoportnak a létszáma közel akkora, mint Zalaegerszeg lakossága. De mondhatnám az oltás elleneseket, akik ezrével tüzelik egymást mindenféle mendemondák alapján, tehát azt láthatjuk, hogy a közösség tudja, hol jól, hol rosszul, a közösség ítéletet mond, hol jól, hol rosszul, és a közösség inspirál, motivál okosat és ostobát egyaránt. Ezek alapján kettő dolgot biztosan állíthatok a közösségi tudásról. Egy, domináns erővel létezik, kettő, körültekintően kell bánni vele. De itt felmerülhet bennem, hogy nincsen valaki vagy valami, aki ebben segítene nekem, aki utat mutatna ebben a közösségi tudás rengetegben? Hát végül is van egy hely, ahol minket arra tanítanak, hogy hogyan bánjunk a tudással. Hát ez az iskola. Na hát akkor kedves iskola, a feladat adott, a szobában van egy elefánt, a közösségi tudás elefántja. Mihez kezdjünk vele? És mi a válasza az iskolának erre? Milyen elefánt? Hát nincs is semmilyen elefánt. Hát csináljunk úgy, mintha nem is létezne. Hiszen hogyan viszonyulnak a közösségi tudáshoz már a nulladik lépéstől kezdve? Általános iskola elsőtől az egyetem mesterszakáig? Ne les, ne súgj, azt is megbuktatom, aki súgott. Telefonhoz nyúlni tilos, önálló munka. Itt tartunk. Ezt tudja tenni az iskola rendszer szinten, a közösségi tudása, mert persze vannak üdítő kivételek, számtalan oktató zseniálisan jól használja ezt, de rendszer szinten még mindig nem tudunk azzal mit kezdeni, hogy hogyan lehetne hasznosan használni a közösségi tudást. Mit csinálunk ehelyett ezzel a hatalmas elefánttal? Hát az iskolában azt mondjuk, hogy így nincs, így letakarjuk. Egy, nem túl hatékony, egy zsebkendővel mondjuk letakarjuk. De vegyük észre, hogy ettől ez az elefánt még létezik. Sőt, van egy rossz hírem. Tudják önök, mit teszik ez az elefánt minden nap? Steroidot. Backminster Fuller híres tudás duplázódási görbe elmélete szerint ugyanis az emberiségnek nagyjából száz évre volt szüksége ahhoz, hogy megduplázza a tudását, egészen a 20. századig, ahol ez a tempó felgyorsult. Amikor Backminster Fuller ezt az elméletet papírra veti 1982-ben, ő úgy számolt, hogy az emberiség tudása nagyjából évente duplázódik. És hol járunk most? Hát attól függ, melyik számítást fogadjuk el, de mondjuk az IBM cég számítása szerint, amiben benne van a mesterséges intelligencia is, az emberiség tudása 12 óránként duplázódik. Naponta kétszer. Ez az elefánt zabálja a szteroidot. Az iskolában megtakargatják egy zsebkendővel. És mindez hova vezet? Csalódunk az iskolában kiábrándulunk belőle. Valóságidegennek érezzük. Hát de most komolyan, milyen helyzetet tudunk elképzelni, ahol egy információért nem nézhetem meg a telefonomat. Jó, mondjuk itt a színpadon most picit ciki lenne, de abban már szinte biztos vagyok, hogy önök között többen vannak, akik az előadásom alatt csekkolták, hogy vajon a TripAdvisor-on tényleg 132 darab szeged terem van? Vagy tényleg közel 50 ezer híve van a lapos földhívőknek? Vagy tényleg van ilyen, hogy fenékformáló csoport? És nyilvános a galériája? Hát hiszen így élünk, használjuk a közösségi tudást. De abban, hogy ezt hol tudjuk jól használni, ebben magunkra maradunk. Vagyis itt van ez a hatalmas elefánt, tele pozitív és negatív tulajdonságokkal, napos és árnyoldallal, és magunkra vagyunk hagyva vele, hogy szelédítsük meg úgy, ahogy tudjuk. Azért érezzük, hogy milyen eséllyel indulunk neki. Ha csak, ha csak, utána nem nézünk a neten, és meg nem kérdezzük a közösségi tudást arról, hogy hogyan hasznosítsuk a közösségi tudást. És ha utána nézünk a neten, lehet, hogy megtaláljuk ezt az előadást, ugyanis ettől a pillanattól kezdve ez az előadás is a közösségi tudás részévé vált. Már csak az a kérdés, hogy fogjuk-e tudni hasznosítani. Jó elefántszerítést kívánok!